ez a cél, hogy adományt gyűjtsünk a Reménysugár Alapítványnak 5. alkalommal most ugye 2023-ban. 2018-ban volt az első rendezvényünk a Reménysugár megsegítésére vagy támogatására. Előtte más szervezetet támogattunk, de ez a jótékonyság már 20 éve a mi életünkben benne van, ugye a Dél-Alföldi Motoros Egyesület rendezi. Úgy már 5. éve, hogy a motorosak tulajdonképpen a daganatos és leukémiás gyerekek mögé álltak, és ezt azért tartom egy szép gesztusnak, mert éppen most mögöttünk itt van egy csoport, akik elindulnak a hétvégi útjukra, és ugye ilyenkor ők kiszolgáltatják magukat a természetnek, meg mindenféle körülményeknek, de ők szabadon vállalják a kalandot. Hogyha egy kisgyerek beteg lesz, különösen, hogyha ilyen rákos betegségben van, akkor azt mondjuk, hogy kiesik a normális valóságból, és tényleg egy évig tulajdonképpen a klinikának a fogságában van családjával együtt. Most ennek a hátterébe van egyrészt egy olyan szempont, ami mögé álltak a motorosok, hogy az alapellátáson túl vannak igényeink, amik a modern orvos technológiához tartoznak, és azt be kell szereznünk. Általában évente egy-egy ilyen célt tűzünk ki. Idén egy betegőrző monitor lesz a célkitűzés. Tavaly például több meggyógyult gyermeknek a szülője jött el motoros barátaikkal együtt, és úgy álltak a mozgalom mögé. Ha országosan nézzük, akkor olyan 150-200 gyerek van érintve, ez lebontva megyékre vagy vármegyékre, mi 3 vármegyében vagyunk képviselve, a Békés, Bács, Kiskun, Szeged, ez évente 20 gyereket, 15-20 gyereket érint. 9 hónap és 1 év közötti időt töltenek benn. Ugye az orvosi kezelés az egy szegmenst érint, mellette ott van a nővéreknek egy profi ápolói munkája, plusz kapnak általam egy pszichológiai lelki segítést, de arra jöttünk rá, hogy a környezet is meghatározza ezt az időszakot. Emiatt pontosan ilyen jótékonyságok hatására meg tudtuk tenni, hogy nálunk egy család egy szobába tudja tölteni ezt a 9 hónapot, ami klinikai szinten nagy szó, az összefogásnak köszönhető. Minden ilyen szobához tartozik 4-5 olyan gép, ami darabonta 5-600 ezer forintot tesz ki, és ezt tulajdonképpen mind ilyen háttérmunkából hozzuk össze. Pünköstkor lesz 2 éve, hogy nem halt meg kisgyerek itt a szegedi osztályon, és mondom, tehát ezt nem lehet saját sikernek venni, de mégis annak az öröme is, hogy valamit országszerte jól csinálnak az orvosok. A múltból kiindulva itt ugye már több száz motoros szokott ezen részt venni, és illetve nem csak motorosok, hanem motorosokon kívül civilek is olyan szempontból, akik ugye nem motoroznak, de már tudnak a rendezvényről, és megtisztelnek minket azzal, hogy meglátogatnak minket, illetve támogatják a Reménysugár Alapítványt ők is, illetve ami nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy tavaly már jöttek gyógyult gyerekek és családjaik, kirándulást szerveztek vidékről erre az alkalomra. A Reménysugárnak az alkalmazottjai itt lesznek kint a rendezvényen. Általában hölgyek szoktak lenni, nagyon kedves hölgyek, és egy nagy átlátszó persely lesz náluk. Abba tud mindenki szíve szerint annyit beledobni, amennyit csak szeretne. Hogyha mentünk egy nagy kört a városba, akkor utána még ezt, hogyha esetleg a rakparton lemaradt volna erről a dologról, vagy mondjuk a gyerekklinika előtt szeretné ezt megtenni, hogyha miután visszaértünk a gyerekklinikához ugye ebbe a városi menetből, ott is megteheti.